2000. december 9-én, az akkori Vasnépében megjelenik egy cikk. Oltárképeket keres a rendőrség. Kérlek, meséld el nekünk ezt az esetet, amely abszolút szorosan kapcsolódik a két oltárképhez. Az előzmény az volt, hogy Dorfmeister István halálának az évfordulóján, jubileumán a Szombathelyi Képtár egy átfogó Dorfmeister István kiállítást szervezett. A kiállítást megelőzően azt a megtisztelő megbízást kaptam, hogy viszonylag épp, de gyertyakormos, kis elporosodott, megfakult, kis besárgult két Dorfmeister képet tisztítanom kellett. Minden restaurált műtárgyról egy nagyon jó minőségű reprodukciót kell készíteni, dokumentálni a végrehajtott munkát. A kiállítás után a képek visszakerültek a kölcsönzőhöz, így ez a rávegít végén két kép is a helyre került, és nem sokkal utána kaptuk az értesítést, hogy a templom oldalajtaját betörték, a két képet letépték keretestől az oltárokról, a kereteket itt a szomszéd telken a lucernásban találták meg, összetörve, sérülten, a képeket kivágva elvitték. A nyomozást két év után a rendőrség befejezte, kaptuk az értesítést, hogy nyomozás sikertelen volt, és ekkor kaptam az egyházközségtől és a püspökségtől a megbízást, hogy két Dorfmeister képet meg kellene festeni másolatban. Ekkor került sor arra, hogy az archivált fényképek alapján bent a képtár ablaktalan sötét műtárgy raktárában felvetítettem az alapozott vászonra. A méreteket a meglévő vakkeret pontosan, milliméter pontosan adta. A színes dokumentatív fényképek alapján a képeket újra festettem. Legyél kedves, mondd el nekünk, hogy a jobboldali oltárkép kit ábrázol, és mi történik az alkotáson? Ez a kép Dorfmeister Istvántól származik, de lehet, hogy a műhelyének a működése is benne van. A szokásos barokk ízlésvilág. József karján tartja gyermek Jézust, fejünk körül a dicsfény. A gyermek Jézus bal keze ügyében ott van az uralkodást jelző alma. István lábainál egy angyalka tartja a liliomot, ugye, ami a szüzesség szimbóluma. Fölöttük angyalkák lebegnek, amely az ünnepélyességet hivatott jelképezni. A barokkban ez egy elég gyakori ábrázolási mód. Kit ábrázol a baloldali oltárkép? Milyen eseménysor zajlódik a képen? Ezt a két képet képpárként szokták ábrázolni. A baloldali kép úgynevezett fájdalmas szűz, ugye ellenpontja a Szent József ábrázolásnak. És hát megint a barokkos szimbólumok jelennek meg. A szomorú arccal fölfele tekintő imára kulcsot kezdő Mária szívét tőrjárja át, ez ugye a imádságokban és liturgikus szövegekben, énekekben is előfordul. Ugyanakkor tipikusan barokkos szép szimbólumok vannak a képen. Mária fölött egy könnyező angyalka kendővel törli a szemét, Mária lábánál ülő angyalka ölében egy töviskoszorú, a lábainál a három hatalmas kovácsolt szeg, Krisztus felfeszítésének az eszközei, a lebegő, hullámzó textíliák, ez a korszak stílusának a velejárói, és Dorfmeister ezeket a képelemeket mestermódon alkalmazta. Éppen most, hogy itt vagyunk a riport kapcsán, megtekintetted újra ezt a két művet. Milyen állapotban vannak? Jól dolgozott-e a restaurátor? Szertartások alkalmával vannak nyitva a templomok, nem jutottam be soha. Most az volt az első, hogy megnéztem a felszínét, meg vagyok elégedve vele, nem kell szégyenkezni.